Hát például én, bocsánat, hogy előre veszem ezt a hírdet, Rúzsa Magdik is hármas ikrei megszülettek. Igen, megszülettek, úgyhogy Magdinak nagyon gratulálunk. Azért az biztos, hogy egy óriási, fantasztikus élmény. Nagy boldogságot, igen. Sok erőt és kitartást, mert én tudom. Te már csak tudod. Hát figyelj, most ezzel a széllel, ami, meg időjárással, ami beköszöntött hozzánk, ez a 10 percenként való ébredés, azért ez egy kemény dolog, mert a mi babánk nagyon jó alvó. Volt eddig, és ez a hét azért ez nagyon kemény, igen? És főleg nem nekem, hanem a Vicának, nagyon, nagyon kitartó és nagyon elképesztő, amit végigcsinál a babával, szóval éjjel-nappal nyűg van most. De a kisbabákat is ennyire befolyásolja az időjárás? Hát szerintem ők az igazi leveli békák, tehát ha valaki érzi az időjárást, azok a kisbabák, igen. Úgyhogy egyel is komoly. De három, és gondolj bele, hogy a Rúzsa Magdinak ez... És fél éves, és ha nem, éppen nem alvós korszaka van, akkor is most van az, hogy iszonyan elkezdett mozogni. Igaz, Robi, ezt a rendezőnktől kérdezem, hogy ez a vagy bocsánat, Árpi, és a fogzás, és a pelenkát nem tudsz cserélni rajta. Mert hogy annyira mozog. Hát abban a pillanatban, hogy lerakod ide, és így csinálsz a pelenkáért, és vissza, és nincs ott a gyerek. Jaj, de ez nagyon jó. Akkor eddig tartott nálatok a beetető időszak, figyelj, hogy a világ ez nagyon kemény, gyermeke. Tehát három gyerekkel, én ezt nem tudom, hogy lehet. Hát háromszor ennyi. Ő neki magát meg kell tripláznia. Én nagyon örülök, hogy a Rúzsa Magdi édesanyja lett, de azért annak is nagyon fogok örülni, hogyha újra visszaáll, és olyan dalokat fogtok közösen alkotni, mint például a Csillagtérkép, ugye a közös dalok. Jaj, de cuki vagy.